Ha ide jöttök, nem tudom, hogy ki mennyire, egész a Mátráig ellátni innen. Akkor véletlenül ide jövünk mi is, mert ma azért... Nyugodtan, lehet, hogy lehet gyülekezni, csak van induló kép, neked van a kérdés. Nina. Laci, jöjjön, menj nyugodtan. Igaz, hogy most filmes hasonlattal, csak a legjobb mellékszereplők vagyunk ma. Majd meglátjuk a nap végén. Nina, gyere. Nem, attól már ez Nina. Akkor ilyen gyere ide. Olyan üzemmód, amikor nem lehet elbújni a mai világban. És tudod, lenné ilyen kis belső monológia Ninának, mikor indulunk már, nem igaz, hogy még fotózgatnak. Van egy marság, és szoktam gondolkodni, hogy milyen jól lenne hallani, amit... Igen, meg igen. Meg egy fejére kapom, erre jár valami GPS-t. Már meg, vagy azt mondjam, már megint ezek a tévések, igen. Tudod? Szeptember 13-a, 11 óra 56 perc. Egyedül kezdtem bele ebbe, és egyedül is kell befejezni. Nem csak a Broadway közönsége őrül meg érte. Április óta a Budapesti Operettszínházban is hatalmas sikerrel fut a Jekyll és Hyde című darab, amelyben a londoni medikus arra keresi a választ, hogy meg lehet-e szüntetni az emberben rejlő gonoszságot orvostudományi módszerekkel, például egy szérum beadásával. Jó kérdés. A darab igyekszik is választ adni rá. De ha már a kutatást szóba hoztuk, mi is keresünk, mégpedig hétről hétre a jó emberek jó történeteit. Ezúttal az Operettszínházban a Dr. Jekyll szerepét játszó Sándor Péterrel együtt indulok vándorútra. A helyszínválasztásunk sem véletlen. A 33 éves színművész imád túrázni. A szerelme a Pilis. Ami jóformán hazai pályának számít az Alba Túra Kör Egyesület tagjainál is. Ma őket ismerhetjük meg közelebbről. Egy ilyen 33-35 napos zarándokúton voltam tavaly. Kőszegről Nyíregyházáig jutottam, de Csíkszeredáig szerettem volna elérni, és akkor ott a csend, meg a nyugalom, a türelem. Az egy ilyen vadregényes, és az egy ilyen nagyon jó kis ilyen, hát az ilyen remek a hangulatú lesz. Igen. Le a kalappal. De még hátra van 650 km. Na tessék, már a túra elején belekontáltadom, de csúszni fog az előadás. Csúszni? Azt nem érnek, úgyhogy szerintem nincs más hátra, mint előre. Ilyenkor egyébként van valamiféle eligazítás, Zoltán? Hát elég lazán kezeljük ezt, és akkor szoktam szólni, most indulunk. Aha. Na, hát akkor... Nem szokott lenni ilyenkor. Akkor halljuk azt a bengáli tévést, idéző üvöltést. Igen, nem szokott lenni. Zoli, indulunk! Gyerekkorunk óta túrázunk, és akkor 10 éve jött egy ilyen gondolat, hogy mi lenne, ha nem csak mi túráznánk, hanem több emberrel túráznánk együtt az erdőben. És akkor közel 10 éve, ugye? Közel 10 éve elkezdtünk egy ilyen kis csapatot létrehozni. Miért a Pilis? Ezt nehéz befogalmazni, vagy az ember azt érezt, hogy ide kell jönni. Nem. És hívás volt, nem tudom ezt megfogalmazni neked így szavakban. Annyira elvarázsolt minket a hely, az egész helynek a szelleme, hogy egy szerelem lett belőle. Igazából azért csináltuk, mert beszélgettünk Zolival, hogy annyira csodás ez a természet, és egy csomóan nem ismerik a turista utakat, nem mernek lejönni, és milyen jó lenne megmutatni azoknak is, akik nem mernek jönni. És így indult ez az egész, tehát ezzel a hívással. Hálás vagyok a sorsnak, mert volt egy nehéz időszak, és egy 30 perc alatt döntöttem el, beültem az autóba a kutyákkal, lementem, lent hagytam az autót Kőszegen, és elindultam. És elindultál. Ugye az első éjszakát autóban aludtam Kőszegen, és amikor elindultam, akkor hatalmas zuhi, és megmutatta a fogafehérjét az út. Ez egy emberpróbáló folyamat, hogyha az ember nekivág egy hosszú útnak, az semmiképp nem egy lelkileg könnyed folyamat. Miközben dobogókőt elhagyva követjük Tóth Zoltánékat, az Egyesület mottóját ízlelgetem magamban. Nincs értelme rohanni az életben, hogy előbb célba éri. Ha ezt teszed, csak előbb érsz az út végére. Az emberi élet vége mindenkinek azonos, de amit bejárhatsz rajta, az már nem. Mit érzel, Péter? Hát baj, hogy nem tudom megfogalmazni? Nem, az a jó. Nem tudom, hogy az ember beképzeli-e vagy sem, de igazából lényegtelen.
lassan pusztán rátaláltam erre a kis szeretet, vagyis kalitkára, én így nevezem, igazából nem tudom, tehát valahogy így érzem, és akkor elmentem Pilisségű vonattal, és onnan felsétáltam, hogy megismerjem a helyet. Okay. Hogy jól döntök-e? És jól döntöttem, tudtam, hogy nem kérdés. Én búcsúzom. Készítenék még egy ilyen leeső selfit. Mi próbálunk arra törekedni, hogy nálunk a csapatnak egy vastagabb része az inkább a 40-50 fölötti. És ők nagyon jó kondiban vannak. Tehát elkezdik, és fél év alatt lesznek olyan kondiban, mint a magyar 20-as, 30-asok. Az Alba túra körkemény magjának lágy a szíve. A 15-20 kilométeres túrákon bármikor megpihenhetnek a vándorok azért, hogy folyadékkal és sztorikkal töltődjenek. Vagy éppen egy kis önkéndeskedéssel, amire szintén gyakran sor kerül. Most tudtuk meg mi is egy pár napja, hogy a hölgy, Anikó, az, akihez írták, hogy a Földvár felé félúton a Brody számot, mi volt az ihletése a számnak. Jókor, jó helyen? Igen. Futballista volt a férjem, és valamelyik szurkoló csajjal. Hát ő a múzsája ennek a számnak. Garaltunk. Földvár felé félúton, ott állt a lány. És ott jöttem, mentem, bőgtem, és megállt egy sötét autó. És megkérdezte nem a sztorit. És mondta, hogy menjek el vele a buliba. Mit tudtam én, milyen buli, hát én, nekem a volt férjem kellett, nem ő. És rá sem mertem nézni, csak akkor ment el, visszatekerte az ablakot. Én akkor mertem ránézni, de akkor már ment tovább. Csak hallom a dal. De hogyha a dal most felcsendül bármikor, túrázik a csapat. Jaj, hát én látom a dalt, persze. Arra gyors fényem. Vagy Földvár felé fél úton túrázik a csapat. Bár én úgy tudom, inkább a Pilis van. Igen, nem? A Pilis. Igen. Nagyon szép a Pilis. Érdemes túrázni. Muszáj vagyok azért most megkérdezni, szerintem adja magát, hogy tényleg mit szólnak ahhoz, hogy te az Oltánék egy kialakítottak, hogy ugye a kereslet, az sétáljon, az ember, az megvan, egy kínálattal is párosult, hogy ebben az esetben is jók voltak jó helyen, mint ön a Földvár felé félúton? Hát igen, a férjem meghalt 20-ban, és egy évig otthon ültem és sírtam, és januárban most az idén néztem, valahol véletlenül megtaláltam az Alba túrát, és felhívtam a Zolit, és mondta, hogy gyere. És én jöttem, és azóta állandóan egész évben már túrázom. Nagyon jó, fantasztikus, elfelejti az ember búját, baját. Kedves Zoli, egyébként az mondjuk azért vállalat, tehát megtervezzük erre, elmenjünk egy szép úton, de hogy akkor tudod, ott van egy forrás, akkor úgy bele csempészed a forgatókönyvbe? Hát, a túra útvonalba? Nem, voltak konkrétan régen elett túrák, kifizetten olyan túrák, hogy forrás tisztító túrák, ez úgy kis létszámú volt. Mert ugye ott van a kötelező rész, és inkább most, hogy mondod, inkább belecsempészik a túra közepére, mert akkor ez egy váratlan helyzet, és aki nem jött volna erre, az is megtapasztalja. És utána meg mellett, hogy ő kéri? Már nem mondom, hogy igényé válik, de nem zárkózik el tőle. Tehát, hogy csinálni fogja. Mert jó élmény azért. Hát akkor menjünk is, meg ki ne apadjon az a forrás, mert... Egy 10 perc sét között. Az a nagyon egyszerű a technológia forrásputcásnak, egy bolt kell hozzá. Meg némi elszántság. Némi elszántság, és igazából a lényege az, hogyha megnézitek, hogy itt elakad a forrás, és egy kis medret ásul neki. És ez kb. 2-3 ember meg tudja pucolni pillanat alatt. Tudod, aki most látna hirtelen minket, azt hinné, hogy alhanyások érkeztek a Pilisbe. Közmunkások, Pilis közmunkások, kérem egy mellén. De ez egy hasznos dolog, ugye? Ez olyan szempontból hasznos, tehát projekt úgy gondolok, hogy nem nekünk hasznos, hanem hogyha ezt nem piszkálja senki. Hogy ezt többen ismerik, azért havi egyszer legalább valaki lejár. Akkor ez egy mocsár lesz, ez úgy kell elképzelni, hogy itt volt egy pici kis folyás, és lent végig egy mocsár állt, kövekkel, fákkal, stb. Ez úgy lett kipucolva, itt tőlem 10 éve, és folyamatosan pucolgatjuk. És ez legalább az állatok tudnak inni. Az, hogy mi is egyébként, hogyha ide most várunk egy picit, ott tudsz tölteni, meg ott is, tehát teljes nyugató víz.
Csaban azt szokták mondani, hogy hát amíg nem kezdenek vele, addig nem jönnek rá, hogy nagyon jó. Tehát addig azt hiszi, hogy most valamit csinálják a közösségére, az egy ilyen fölösleges fizikai munka. És utána mindig tudod azt, mit szokták nekik mondani, hogy de marha jó, hogy megcsináltak, és egyáltalán nem érezték fárasztónak, nem? Mit tudom, van ilyen kölcsönhatás ebben? Szerintem önmagát tiszteli az ember, ha csinál valami hasznosat. Én ebben hiszek. Legfőképp azért, mert nyilvánvalóan segít valamivel ez. Tehát, hogyha... Tehát ápolod a természetet, ha úgy nézzük. Igen. És jobban tiszteli magát az ember. Önuralmat ad munka. Fordulat. Segítettetek egyébként a forrás tisztításban, mert ezt is szokta csinálni így az egyesület, illetve a túrakör, hogy mindenki, aki érzi a hívást, akkor elmegyünk forrásokhoz, megtisztítjuk, vagy szoktunk ilyen szemétszedő önkénteskedést, vagy menhelynek is. Kutyáknak. Igazából az lenne a cél, hogy az emberek újból egymásra találjanak, mert nagyon elidegenedett a világ szerintem, hogy minden kapcsolatunkat ugye a számítógépen, meg a mobilon. Online. És hogy az lenne a cél, hogy mennyire varázsa van a személyes találkozásnak, mennyit tudunk adni, sokkal többet tudunk adni egymásnak. És ezt is találtad ki, hogy tanulj meg adni, hogy legyen mit kapni. És sokan itt megnyílnak. Otthon lehet, hogy csendes és visszahúzó, de itt azért olyan társaságra találnak, hogy mindenki talál magának témakört, vagy bármit kibeszéli a otthon. Mindig van egy partner, akivel tudsz beszélni. Tehát általában hazamegy az ember, és egy kellemes ilyen fáradtságot és pesgést érez magában. Főleg, hogyha meg volt a 15-20 km, azért az kell hozzá szerintem. A természetnek van egy ilyen ereje, igen, hogy egy másfél órája sétálunk itt, de az ember úgy érzi, hogy sokkal őszintébb közvetlen kapcsolatot tud kialakulni az emberekkel a természet ölén. Nagyon-nagyon pozitív hatása volt rám, amikor beszálltam az autóba, akkor így, hát amit beszéltünk, hogy ez a mókuskerék, ami a hétköznapok alatt van, ezek a maszkok, amiket most jelen pillanatban is föltesznek az arcomra, ezek ott eltűnnek, és úgy hirtelen az ember, még hogyha társaságban van, pedig ezt nem is gondoltam volna, hogy így a belső nyugalmi csendjét meg tudja találni, és nem akar több lenni, mint ami, éppen elég az, ami. Ugyanis, nem tudom, átveszi ennek az egész farengetegnek, erdőnek az energetikáját. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt így együtt kitaláltuk.